másik Marci, a nagyobbik, a basszerosunk. Na most nem lehet itt velünk, de képzeljétek ide a basszust. Figyelj, jöjjön még egy Bob Marley, ha már így idézgetjük a legnagyobbakat. De előtte, hogyha esetleg nem ismeritek, hadd tanítsak meg egy ilyen együtténeklős cuccot, amit Londonban az utcákon nagyon sokszor kántáltunk, miközben épp letartóztattak minket, vagy valakit közülünk épp tartóztattak le, vagy csak úgy blokkoltuk a blokkolni valót, stb. Hát ez ilyen együtténeklős. Megtalálom, hogy is kezdődik. Ez ilyen ismétlő cucc, hogy amit én énekelek, azt énekeljetek ti is, és közben meg megyütemesen a taps. Okay. Tehát így van, hogy power to the people, people got the power. Tell me, can you feel it stronger by the hour? Power, power people, power. That's the full lyrics, ez az egész, így egyben. Oké, okay. Csak úgy van, hogy power to the people, power to the people, people got the power, people got the power. Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Stronger by the hour, stronger by the hour. Power, power, people, 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 people. Power, power, power to the people. People got the power. Pull up! Tehát, még egyszer, képzeljétek magatokat abban a szituációban, amikor ezt énekelni szokás. So the real life situation of a song, a chant like this, is when you are facing like hundreds of police and peacefully and non-violently but strong and radical, you are standing firm, holding your ground, like maybe some of your activist brothers and sisters are locked on somewhere on a street and you are standing all around them by the hundreds or maybe just by the dozens and you are supporting each other spiritually and you are there to save the future as real revolutionaries. Értitek a szenáriót? Tehát ez a való életben ez így tud megvalósulni, úgyhogy ezt képzelj el mindenki, hogy teljes lelkesedéssel tapsoljatok és énekeljetek. Legalábbis próbáljuk ki. You ready? All right. Power to the people. People got the power. Tell me, can you feel it? Stronger by the hour. Power. People. People. Power. Power to the people. People got the power. Stronger by the hour. Power. People. People. Na most még hangosabb, loud. Power to the people. People got the power. Tell me, can you feel it? Yeah, it's stronger by the hour. Power. People. People. Power, power to the people. People got the power. People got the power. Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? That it's stronger by the hour. Stronger by the hour. Power, power. People, 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 people. Power, power, power to the people. Power to the people. People got the power. Tell me, can you feel it? Get it stronger by the hour. Stronger by the hour. Power. Power. People. 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 Power. Power. Power to the people. Power to the people. People get the power. People get the power. Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Get it stronger by the hour. Stronger by the hour. Power. Power. People, 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 people.
Then it's stronger by the hour. Stronger by the hour. Power. Power. People. 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 Out there in the streets, right in the middle of the revolution. That is the spirit of the revolution of our times. You get it? All right. Yeah. So this is the thing that we need to cherish and inspire in each other and make it grow until we reach a tipping point when you can, we all together can change this wicked, don't press the unjust system and build something new. In the same way. Now my hand slides down and where are we at? I've been teaching fighting techniques to government agencies for more than 15 years, including the US Marines, US Marshals, US SWAT teams, and US Navy SEALs. You're gonna stab me. I go here, then I go here, and then I could go here or here. Nearly all the techniques I teach are banned in the sport of mixed martial arts. I can control the direction of the muzzle, you guys see that? These are some of the most effective and damaging moves you could use in a real life situation, be it in self-defense for these guys. And I'm honored to share this knowledge. You see your muscles, James? You see your muscles? Oh, yeah. Go on, do it again, and again. That's right. That's it. Power. James, he was a very lively child. Quite hard to control. His teacher said to us, I'm finding it difficult to cope with him because he is so not aggressive. Egyértelműen mérhető készségben, amit amiről mondjuk kizárólag szólna elvileg a közoktatás, még abban is, mint hogyha sokkal hatékonyabban mennének előre, miközben sokkal jobb emberek, sokkal inkább a saját igényeik figyelembe vannak véve. De ez a kis karácsonyi műsor, amit csináltak, abban is az a... Hogy nem csak az a szokásos iskola, hogy jaj, de szépen megtanulta az izét, és akkor jaj, de cuki a gyerekem, hogy egy amúgy béna sót előad, már mint egy felnőtt szemmel, de legalább milyen ügyes, hanem egy olyan sót oda tesznek, aminek több szintje van, és tényleg van ilyen mögöttes ízés, ilyen kis kikacsintós, ironizáló, mint egy sokkal magasabb szintű, kifirulmultabb önkifejezést tanulnának ebben az egészben közben, miközben elsajátítják a írásolvasás számolás, a többi alapkészségeket is. A karácsonyi műsoron azért levettünk föl mind a három, mert az öt gyereknek az öt különböző személyiség eléggé kijött, hogy attól, hogy ott volt mondjuk 11 szülő egyébként összesen, meg nagyszülő, van, amelyik ilyen így mondta a verset, a másik meg ilyen teljesen ilyen megszepeme, és hogy nálunk ezt lehet, tehát miért kéne kibújnia a bőréből. A verset elmondta, érti mi az a karácsony, de most miért kéne mindenkinek ilyen befeszülve, hogyha ő nem úgy gondolja. Tehát, hogy a személyiségük az abszolút figyelembe van véve, és amit mondtál, hogy ez nem utálta meg a tanulást, vagy nem is az, hanem hogy nem tart hátrébb, hanem pont, hogy például a csoportból többen is már úgy olvasnak, mintha másodikosok lennének, vagy úgy számolnak, mintha másodikosok lennének, pedig elsősek. Ez azért van, mert nem hangzik el a kötelező szó, nincsen ugye se házi feladat, most a szünetre se kaptak semmilyen ilyesmit. Ha látszik, hogy most nem azt mondom, hogy az öt gyerek öt különböző csillárollókat lefelé mindenféle feladattudat nélkül, tehát azért vagyunk ott, hogy tanuljunk, de ha látszik, hogy most nem nyitottak rá, kötelezőnek, szenvedésnek jönnék meg, akkor kimozdítjuk őket, és akkor kimegyünk velük szaladgálni, vagy elkezdünk egy drámajátékot, amihez mozogni kell a térbe. Tehát a motivációjuk megmarad, hogy akkor ülünk le az asztalhoz betűket formálni, vagy számolni, amikor egyébként azt mondjuk, tehát hogyha azt mondjuk, hogy oké, most számolunk, és oda jönnek, hogy jaj, számolunk, akkor van meg benne a motiváció. Tehát ez a kötelező jelleg, meg még nincs vége az órának, 45 percig tart, várjuk meg a csöngőt, ez így totál kimarad az egészből, és ezért nem utálják meg. Valójában erről szól ez az egész, hogy miközben úgymond valami rendkívül extrém, radikális, nagyon újszerűnek tűnik ez az egész, mondjuk az ilyen oktatási forma,
meg az ilyen életmód, ez a vegánság, valójában arról van szó, hogy a lehető leges, leglogikusabb, legmagától értetődőbb, legtermészetesebb válaszokat adjuk ezekre a kérdésekre, hogy hogyan is kéne élni, hogyan is kell gyereket nevelni. Valójában az a morbid módon hihetetlenül illogikus, ahogyan a rendszer most szeretné, hogy éljünk, hogy gyereket neveljünk, és hogy együnk és létezzünk. Valójában az a teljes mértékben radikális, fanatikus módon irracionális és kártékony. Mert ha belegondolunk, az, hogy a gyerek érdekei, a gyerek érdekei és a saját különleges személyisége a lehető legjobban figyelembe legyen véve, hogy öröm legyen a tanulás, hogy az érzelmi intelligencia együtt fejlődjön az értelmi intelligenciával, hogy szeressük azt, hogy ott együtt vagyunk, és most az életünknek ez a szakasza van, hogy tanulunk valakitől. Ez nem sokkal magától értetődőbb és természetesebb, mint az, hogy egy ilyen fegyelmezéssel kijöjjük belőled a kis vadhajtásokat, ami különlegesé tesz mindenkiből kockát, teljesítménykényszer, versenykényszer, stb. Ha belegondolsz, valójában az az irracionális. A vegánsággal ugyanez. Hát nem sokkal magától értetődőbb harmóniában élni az egész ökoszisztémával, aminek a közepén vagyunk, megtalálni azt az életmódot, ahol a lehető legkevesebb károkozással, mindenki felé a lehető legkevesebb károkozással jár együtt az életmódunk, és a lehető legnagyobb fokú boldogság van minden egyes érző lény számára, miközben a lehető legegészségesebbek vagyunk fizikailag is mindannyian, a lehető legkevesebb szenvedés van az emberi társadalomban is, a lehető legkevesebb földet és természetet használjuk fel mindehez. Hát nem ez a legmagától értetődőbb és leglogikusabb? Nem ezt kéne? Ahelyett, amit most csinálunk, hogy elpusztítjuk a jövőket elképesztő iramban az élőhelyünket, miközben 10 milliárd számra írtjuk az érző lényeket, és egyre tömegesebb éhezést okozunk, és társadalmi problémákat, és háborút, és menekült problémát, és mindent saját magunknak. Ami most a támogatott, a normálisnak számító rendszer. Mi igaziban nem mi vagyunk, akik fanatikus, radikális, nem tudom, szélsőséges hülyeséget akarnak, hanem pont ezt akarjuk lecserélni a magától értetődően természetes, jó megoldásokra. Tudjátok, ezekben a fázis demokratikus döntéshozatali folyamatokban vannak mindenféle kézjelek, például, hogy a hangzavar káoszát elkerülendő, így ez a siketek által, ez a tavsnak a jele. És akkor, hogyha nagyon egyet értesz, akkor így, hogyha közepesen, akkor ha nagyon nem értesz egyet, akkor így. És ezt ilyen temperature checknek szokták hinni, hogy amikor kb. Van valamiféle konszenzusnak kinéző dolog, hogy legalábbis, hogy kb. Miről döntsünk, egy hosszas közös tanácskozás után, akkor így le lehet mérni, hogy is állunk ezzel. Úgyhogy akkor most csináljuk úgy, hogy ki az, aki szerint az jó módszer, hogy most megnézzük a filmet, aztán zenélünk, aztán buli. Sok szempontból az eddigi legnagyobb szabású vegán produktum, James Cameron, Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger és mások a producerei ennek az alkotásnak, nagyon nagy nevek vannak benne. Az a cím, hogy The Game Changers, és magyar felirat van hozzá, úgyhogy figyelmes szemeiteket a képernyőre szegezzétek. On the base of the penis, and the other ring goes on at the tip of the penis, just behind the head of the penis, but knows how tight to squeeze to know when an erection is starting, because when it squeezes it'll determine, oh, it's now of a larger circumference, something's happening. What we're going to look at is what effect the meal you have has on your erections that night. You're going to be eating two different kinds of meals. For this study, on the first night, we're going to hold that up. So you guys all had a very similar response to the meat meal versus the plant meal. That's crazy. Yeah, growing up, and I saw some dude did at a restaurant eating a big old steak, and I'm like, oh, I need to be like that. And then, like, I see, you know, like, a guy ordering a salad off of him, and I'm like, he saw it, right? Yeah, well, yeah. I had it, but you know, that's not really at the end of that. The guy eating the big steak, he saw it, and then he So, when you take your data on Valentine's, where are you going to take that meat? So, the veggie grill, so. Now, the
This is not a scientifically validated study, but the results that we're seeing are very exciting. I think this is going to wake a lot of people up. I think it's going to wake up people who have penises, and I think it's going to wake up people who like people who have penises. While all this talk about erections was interesting, it also made me wonder about hormones, specifically testosterone. I've never eaten a piece of meat. This is the vegan jar. Here I come with love and not hatred. Show me good place and mercy shall follow me all the days of my life. Envy no more, no wish to be with no evil man. Jelentkezett az a csodálatos hölgy, a sok csodálatos hölgy közül az egyik, hogy rappelni fog nekünk, hogyha rajta vagytok. A little vegan rap. Do you need a beat or some beatboxing maybe? I need beatboxing from the crowd. Alright. We can do a little beatboxing, for sure. Like, what's the tempo? What you want, like? I can't be back, so like... She put her finger in the face of MC Rick. She said, why don't you give me a
go cruising in my OJ. And if you give me that okay, I give you all my love today. Ricky, 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 can't you see? Somehow your words just hypnotize me. And I just love your jazzy ways. Oh, MC Rick, my love is here to stay. And on she kept on. The bitch been around before my mother's born. I said, you're up, I said, give her a kiss. She said, if I can't have you, I'm too young for you, miss. I said, with how would you get? You waste your time with hate and regret. You're frozen when your heart is that open. Dance and sing. We're just one big family, and it
Magyarul vagy angolul mondjam? Who doesn't speak Hungarian here? Ki az, aki nem beszél angolul itt? Or... Szóval van, aki nem ért magyarul, és van, aki nem ért angolul. Van valaki, akinek gond, hogyha angolul nyomom? Ezt úgy veszem, hogy nincs. So... Hello. I'm Adrian Miller, and I will play a few more songs. These were covers, thank you. And how about I share my own songs with you too? You wanna hear that? Okay. What you're here for, whatever you're here for, what is going around comes back around.
Some lyrics on it, and then it became a song about veganism actually, and it was called The Vegan Song. I don't know if you understood the lyrics, but it was about each of us making a little difference, and then we put it all together. Okay, so now you know the secret, what the song is about. Drop on the fire, feel less.
So, which one would you like next? Cover or my own song? My own song or cover? Okay. My own? Yes! All right. Starts with an om that I would like you to sing. Om.
things my family did, and I am not the voices in my head. I am not the pieces of the dreams I left behind. I am alive. I am alive. I am light. I am light. I am light. I am light. I'm not the mistakes that I have made, or any other things that caused me pain. I am not the pieces of the dreams I left behind.